Akár 50 milliárd forintos veszteséget is okozhat a magyar sertéságazatnak az afrikai sertéspest is. A betegség miatt ugyanis Magyarország nem szállíthat sertéshúst Japánba, Kínába és Dél-Koreába sem. Ez a három ország a magyarországi élelmiszerek Európán kívüli legfontosabb felvevő piacai között van. A magyar élelmiszeripari termékeknek Európán kívül Japán az első számú piaca. Az odaszállított magyar élelmiszeripari termékek 90%-át a hús és húskészítmények adják. A magyarországi kivitel a Szigetországba 2017-ben 113 millió dollár volt, az afrikai sertéspest is miatt viszont 2018 első 11 hónapjában 43%-kal 60 millió dollárra esett vissza. Tavaly Magyarország első európai országként megállapodott Japánnal a baromfi húsbevitel regionalizációjáról egy járvány esetén. Ezzel nem az egész ország területéről, csak a járvánnyal fertőzött területekről tiltja meg Japán a magyar baromfi hús szállítását. A kormány ezt szeretné a sertéshúsra is kiterjeszteni, később pedig Kínával és Dél-Koreával is hasonló megállapodást kötne. Majdnem biztos, hogy jelenleg ez az Európai Unió legnagyobb állategészségügyi kihívása, mármint a sertéspest is. Budai Gyulával, a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium miniszteri biztosával beszélek. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye ön nemrég tért haza a Távol-Keletről, Japánból egész pontosan. Mekkora, milyen piacon a Japánban a magyar termékeknek? Hogy Európán kívül a legnagyobb piacunk Japán, sertés, hús, vízi szárnyas baromfi vonatkozásában. Ő az első számú partnerünk. 2017-ben, amíg az afrikai sertéspest is nem ütötte fel a fejét Európában, 113 millió dollár értékben vittünk ki élelmiszeripari termékeket, és ennek 90%-át sertéshús, illetve ezekből készült készítmények. És ami a legnagyobb sikerünk Japánban, hogy egy magyar brand, a Mangalica, piacvezető lett a húsok között. Olyannyira, hogy Japánban már vannak olyan éttermek, ahol kifejezetten magyar mangalicát szolgálnak föl, és megtalálható az étlapon. Tehát egy óriási siker történet a japán piac, és most én abban próbáltam megállapodást kötni a japán hatóságokkal, kifejezetten a japán tisztifeladatorvossal, hogy kövessük ugyanezt az elvet, mint a madárinfluenza esetén, hogy csak azokból a régiókból nem lehet sertéshúst szállítani Japánban, ahol a fertőzést mutatták ki. Ugye a madárinfluenza esetén tavaly szeptemberben ezt a megállapodást megkötöttük, és ez már nagyon jól működik. Újra felszabadult a baromfi piac, és újra megindultak azok a magyar cégek, akik korábban ott voltak Japánban. Volt fogadókészség erre az ötletre Japán? Tehát várják ők a magyar hústermékeket? Óriási a kereslet a magyar sertéshús iránt. Ugye ez egy jó minőségű termék, ez egy brand. A Mangalica ezen belül piacvezető Japánban, tehát ebben mi vezetjük a piacot Japánban, és természetesen óriási a várakozás, hogy újra megnyíljon ez a piac a számunkra. Ezért a megállapodás a következő módon történt. Idén június végén, július elején megérkezik az a delegáció, amelyet maga a japán tisztifeladatorvos fog vezetni, elvégzik az auditot, ugye megnézik a sertéstelepeket, üzemeket, és ezek után már csak technikai kérdésekben kell megállapodnunk, és újra megnyílhat a magyar élelmiszeripari termékek előtt a japán piac. Én úgy, ez egy óriási nagy siker, mert Európában, baromfiban is mi voltunk az elsők, akik ilyen megállapodást kötöttek Japánnal. Úgy néz ki, hogy sertéshúsban is mi leszünk az elsők. Persze nagyon keményen tárgyalnak a németek, a dánok, a hollandok. Biztos, hogy nagy a verseny. Óriási nagy a verseny, de mivel annyira jó a minőség, és a japán fogyasztók olyan mértékben keresik a magyar sertéshúst és azokat a készítményeket, amely ebből készül, hogy természetesen a japán hatóságok is ezért velünk kezdték meg ezeket a tárgyalásokat, és én azt gondolom, hogy ez már egy sikernek számít, hogy elértük azt, hogy eljönnek Magyarországra, elvégzik az auditot, és ezt követően pedig újra megindulhat a szállítás. Azokra Japánban. A régiókra fognak ebben az audit során fókuszálni, ahol nem észleltek sertéspestist? Egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani. Magyarországon a sertéspestist csak vaddisznókban. Tehát a házi sertésállományban nem mutatták ki, ami azt jelenti, hogy annyira szigorúak a magyar tartási szabályok, és annyira magas szinten működik a magyar élelmiszerbiztonsági hatóság, hogy mi fertőzésmentesek lennénk, ha vaddisznóban nem mutatták volna ki a járvány. Egyébként mi minden ilyen esetet
azonnal jelentünk az Európai Unió megfelelő hatóságai felé. Az utolsó ilyen bejelentésünk idén február végén volt, és a japánok is csodálkoznak egyébként, mert azért Japánban velünk egy időben a klasszikus sertéspest is tombol és nagyon komoly károkat okoz, és ők egy ilyen szakmai útra is jönnének hozzánk, hogy megnézzék, hogy mennyivel működik másként a magyar élelmiszerbiztonság, mennyivel működik másként a magyar élelmiszerhatóság, hogy mi lassan egy éve, miután a sertéspest is Európában tombol, az afrikai, meg tudtuk akadályozni, hogy a fertőzés a vaddisznóról átterjedjen a házi sertésállományra. Feldolgozottság szempontjából amennyiben újra tudunk exportálni, van esetleg valamilyen változás, sikerül-e magasabban feldolgozott magyar termékeket, hiszen annál jobb ez a magyar? Hát én azt gondolom, hogy a mangalicából előállított termékek azok a legmagasabb szintű feldolgozottság állapotában. Tehát főleg kolbászok? Igen, szalámi, kolbász és különböző ebből előállított termékek, ez nagyon magas szintű feldolgozottságot eredményez, és természetesen a fagyasztott tőkehús, akár sert és akár mangalica vonatkozásában óriási nagy keresletnek számít Japánban, nagyon keresik, éttermek, szállodák, nagy áruházláncok, tehát mindenhol megtalálható volt, addig, ameddig beviteli stoppot nem rendeltek el a japánok, tehát a nagy áruházláncokban ott voltak a magyar sertésből és mangalicából előállított termékek. Ugye az export fokozása szempontjából kulcsfontosságú az, hogy azokon az expókon, vásárokon jelen legyünk, ahol a magyar termékeket megismerhetik a japán fogyasztók. Hogyan állunk ebben a tekintetben? Mi lassan 5. éve ott vagyunk a távol-kelet és az Ázsia legnagyobb ilyen kiállításán, ez a Foodex kiállítás. Idén sajnos a sertéspest is miatt, az afrikai sertéspest is miatt csak 14 magyar cég lehetett jelen, de a tavalyi évben jelen voltak azok a sertéshúst exportáló magyar cégek is, akik most a tilalom miatt nem szállíthatnak sertésből előállított termékeket Japánban. Én nagyon reménykedem, hogy a jövő év már arról fog szólni, hogy újra teljes létszámban. Tavaly több mint 25 magyar cég állított ki a magyar standon. Nagyon szép a magyar stand. Én azt gondolom, hogy méltó, hogy így mondjam, hírverése ez a magyar termékeknek. És hogyha beszéltünk más termékről is, nagyon szívesen megemlíteném például a magyar mézpiac vezető Japánban. Néhány magyar cég olyan brendet állított elő, hogy a magyar méz az áruházláncokban a legfelső polcon, ugye Japánban polconként kategorizálják, hogy milyen termék, milyen minőségű, a magyar méz a legfelső polcokon található meg, és a magyar mézes cégek már annyira kinőtték magukat, hogy nem a magyar standon, hanem a magyar standtól elkülönülve önálló standon találhatók meg ezen a vásáron. Ilyen érdekes, hogy közben ugye a szomszédos ország Kínát pedig pont tömegi azzal, az a vád éri gyakran, hogy tömegével állít elő, hát meglehetősen alacsony minőség, akkor ezek szerint a minőségre van kereslet. Igen, a japán piacról egyet érdemes tudni, hogy kifejezetten minőségi kereslet van. Ugye nagyon komoly gazdasági eredményekkel rendelkezik az ország, ebből adódóan az ott élő emberek megengedik maguknak, hogy a prémium termékeket keresik. Ugyanez van mézben, ugyanez van sertéshúsban, a magyar borok közül is a legdrágábbat, a Tokajit vásárolják. Kifejezetten jó piaci lehetőségek vannak Japánban a Tokaji bornak. Voltak boros kiállítók is a magyar standon, és a kínaiak, vagyis a japánok kifejezetten a Tokaji borokat keresik, és a Tokaji borokat vásárolják. Egy nagyon gyors felszámolás, csak közben gondolkodtam, hogy nyáron, azt mondta, nyáron érkezik ez a japán delegáció, megvizsgálják, gondolom hazamennek, jövő tavaszra az már én abban, lehetséges? Abban bízok, hogy ezt már nyáron, tehát az év második felében megállapodunk. Ez már egy hosszú folyamat, tehát amikor először észleltük az afrikai sertéspest is vaddisznó tetembe Magyarországon, mi azonnal megtettük a megfelelő intézkedéseket, azonnal fölvettük ezekkel az országokkal, ugye ebben az ázsiai régióban 3 ország van, Japán, Kína és Dél-Korea. Tehát ők a legnagyobb piacunk jelenleg a sertéshús vonatkozásában. Megkaptuk az adott hatóságoktól a megfelelő kérdéseket, a magyar hatóság ezekre a kérdésekre válaszolt, újabb információra nem volt szükség, tehát lényegében mi megtettünk mindent annak érdekében, hogy most már ezt a megállapodást megkössük. Budai Gyula, köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget.